Egyszerűen, de egyszerűen már szerintem van benne már vagy 10 trájom. 10. És még nem jöttem rá arra, hogy mikor tudnám megütni azt a boss-t, érted? Nincs olyan holtere, bazd meg, hogy azt mondom, hogy oda megyek, beleütök, és nem kapok 2 pofont vissza. Még nem jöttem rá. Hát hogy? Töltött, igen. Három flaskom elfogyott. Boss fight még el se kezdődött. És most miért nem adta benne? Köszi, nem, érted? Nem. Nem, bazd meg. Te nyomom a kör! Tudtam, hogy vagdosni fog ezután, és direkt belenyomom a B-t, és... Ne. Hát, ha csak 10-et. De mindig az bazd meg, hogy én azon szopok a legtöbbet, ami állítólag tök könnyű. Mondjuk ez nem biztos, hogy könnyű. Tudom, kinyitotta. Nincs egy opció, elfutunk így mellette. Na jó lenne, ha mondjuk ezt úgy ölném meg, hogy nem basz meg. Jön meg belefe. Hát, hogy ne!
Figyelj! Lekövet. Lekövet. Érted? Érted? Lekövet! Tök mindegy merre dodzsolsz, ő nem üt melléd. Ő nem üt melléd. Ő fogja, fogja és így lézer irányzék, érted? És vágás közben vágok jobbra, hopp, átugrok balra és már hal, tehát kész. Tehát ez a... És akkor figyelj, majd jönnek a... Perizni kéne. Perivel könnyű. Hát, igen, Perivel könnyű. Ha versenyezni szeretnék az autópályán, Lamborghinivel könnyű lenne, meg Ferrarival. Könnyű lenne. De ne adjunk annyira nagy lovat. Egy RS6-ossal. Könnyű lenne. Hát, hogy ne? Könnyű lenne. Sok pénzem lenne, könnyű lenne. Nem lenne dolgom az életbe, könnyű lenne. Ez nagyon könnyű lenne, igen. Az oké, okay, de az egész játékot Dagger Build-el viszem. Nem akarok azért shieldet, mert nehéz egy boss. Nem lehet perizni. Ha! Bazd meg, akkor meg pláne. De nem értem, hogy mit kéne, érted? Mit kéne? Tehát ilyen pillanatban ott tartok, hogy az így ránézésre mechanikailag nehezebb, mint a Nameless King. Hát a villámspírek... A villámspírek, azok konkrétan fél HP-znak. A pali lekövet lézerirányzékkal. Tehát az fight abból áll, hogy én elfutok előle, dodzsolok. Csak akkor nem tudom, mitől fog ő majd meghalni. Ki fárad. Érted. Csináljuk ezt is. Megpróbáljuk. Hát a vége a gyengülésből összeesik. Nem tudom, mikor kéne hasba szúrni. Vigyelj, erre bazd meg. Az első öt try-ba, az első mobot, jó az első öt try-ba, mondjuk, hogy az első öt try-ig, nem minden try-ba, de az első öt try-ig, hardba tudtam szúrni, seggezni az elején. Most már be se adja.
Igen, ezért mondom, az elején jól tudtam nyomni, most már nem. Az elején beadta. Akkor jól időzítettem, amikor még azt sem tudtam, mi ez a fight. Most, hogy tudom, mi ez a fight, most már nem. Sejtettem. Sancho, sejtettem. Csak... nekem... sajnos ebben a szituációban ez nem segítség. Tudom, hogy nem lehet segíteni, mert ez egy boss fight, tehát... nincs olyan segítés benne, mint mondjuk... Jormon, hogy vedd fel a kardot, és akkor meg is tudod ölni. Itt ez... rá kell jönnöm. Csak hát, ha el se jutok odáig, akkor úgy nehéz. Te nem szenvedtél vele, te egyből megölted? Kurva életbe, akkor de jó, megy mindenkinek, bassz meg, csak éppen ilyen balfasz. Egyből nyom, nyilván nem egyből. De én se egyből vagyok, én már belenyomtam. Na, hát ezt mondom. De még eddig a szarig se jutok el, bazd meg! Ez a szar is megöl. Öt trájnál több, vágod? Én a HP-ját le se tudom venni, bazd meg. Ha ne dobáljál már, geci! Hallod, én a közelébe nem bírok menni, vágod? A közelébe nem bírok menni.
Egymás után kétszer, aha. Eddig meg ez sem volt, eddig meg tudtam sebezni is, is. Ezt nem bírom, bazd meg. Geci. Ezt mit adod? Köszi. Jó, várjál, itt ezeket gyűjtjük, nem? De várjál, ezt a... Ez ugyanaz az item. Ez, az Aldrich-osat is oda kellett volna adni valakinek. Mondjuk akkor nem ide rakná, hanem akkor quest itemekhez rakná, nem? Ez valamit számít? Mert ugye most kérte tőlünk a csaj, hogy öljük meg a sárkányt, tehát az csak a sárkány kérte. Ugye a Covenant item, oké. Azt kaptam lelket is ebből? Ebből nem kaptam lelket. Mert egy humanoid volt, vagy miért? Ja, és akkor nem ad, mert ha PvP-be vagy, akkor nyilván előnybe vagy azokkal, akik nem. Plusz egy lélekkel, ja. Miért nyúltál hozzá? A Nord London 2.0. Ja, hát amúgy...
Azt tudom ki ez a Midir. Le kell ugrani! Logika! Másfél órám lesz a Final Boss-t rájolni. Hanzika meg van burdelve. Amúgy mindjárt elfogy az emberöm. Akkor mi van? Lehet farmolni. Itt van piroska, Red Hood. Hogy van neki, egy HP-ja van, csak a HP-en belül vannak fázisok, ugye? Tehát nem, de nem úgy van, hogy megölöm és akkor új fázis, hanem hogy a HP-en belül vannak több, van több fázis, nem? Hát, hogy egyszer van HP-ja, csak nem kell megölnöm teljesen, és utána újra éled, hanem...
Bazzak, mi ez? Hát így gondolom, hogy egy HP-ja van, és akkor mit tudom én, leverem 3-4 HP-ra, akkor jön a Phase 2. Így gondolom. Csáva, hát hova ugrasz? Jaj, ne! Enrage! Csalok, ha egyébként, mert utána olvastunk, hogy Gale-nek a Poison a gyengéje. Az egyik. És ha jól láttam, a vérzés is hat rá. Ja nem, vérzés rezisztansza van. Anzo az halott. Na, most kezdődik az a rész, ahol megbasz a boss. Ennyit tudok. Igen. Annyit tudok, hogy ő most fog megbaszni. Eddig csak játszadozott, de most szétkap, mint egy halat. Hát máskülönben hogy jönnék rá? Ez nagyon nem segít rajtam, szóval... Mielőtt még izélsz. Igen. Tehát ez nagyon nem segít rajtam, hogy elolvasom, hogy mire gyenge a boss. Attól függetlenül megölni meg kell. Igen, erre kell figyelnem. Ez vissza velüt. Vissza fogja majd hívni, nem? Most? Most? Nem, ez a... Nem tudom még, hogy melyik. Ez a visszafelütt? Nem. Ez. Nem. Jó, hát basszus, kíváncsi vagy azért, hogy milyen boss fightok vannak a játékban. Még hogyha régen azt mondom, néztem volna
gameplayt róla. Pont bele. És... Hát jó, az, hogy egy élete van, azt tudom nyilván, mert most, hogyha csak gameplayt nézek róla, akkor látom, mert... Tehát... Van olyan, amikor az zavar össze a bossban, hogy... Hogy azt sem tudom, mit kell csinálni. Most kíváncsiságból megnézem, hogy milyen a boss fight, de ez a... Megnézek belőle két percet, és nem tudom, hogy mit kell csinálni, mert kik rakják fel a videót, aki már ez a... Aki már az a New Game plusz, és ő úgy öli meg Gale-t, hogy már tudja minden mechanikáját, tudod. És így belefut az arcába, meg minden, én azt sem tudom, mi történik, tehát... Én kitapasztalom, mert nem tudom, mi történik, tehát érted, mit mondok? Nem ezt akartam amúgy. De nyomom a dodge-ot, bazd. Csináljuk így is. Jöne, várja, pont a vérzés. Pont a vérzés. Tudom. Hogy az ilyen sokáig repül, értem. Tudom, hogy elhagytam Shardot is, meg Bondustot is. A vérzésre resistance, annyit tudok. Szóval azért mondom, hogy rossz itemet nyomtam el, mert a vérzést tettem el a daggerre. De nem kell. Tudom, hát... Csak ez a dagger poison. Az a lényeg. Ez a dagger poison.
És az jó ellene. Csak a vérzés ugye passzívja. Az meg ez a... az ütése. Elfogyott a staminám. Mindegy, marad ez a dagger akkor. Most lesz két üt... Hát, tudja faszom, milyen ütés lesz. Az meg! Megvárom a Szabit egyébként, azért csinálom így. Azért csinálom így. Direkt. Hogy fut? Itt egy majom. Ez a majom amúgy megbassz, tehát így nem mondok semmit. Igen. Úgy kell.
akartam tocsolni előre, de hát nem lehet, mert beleütt a tocsba. Az első fázis megúsznám heal nélkül, még akkor sem menne. A karakter is megmozdult a dodge-al, és nem kapta, vagy adta, vagy nem tudom. Mit szokott ilyenkor csinálni egy boss? Add azt a nullát. Olyanokat kapok be, amit eddig amúgy nem. Szabasztam. Ezt is.
Miért megmondod, miért nem hílelek? Nem akarom elpazarolni, és akkor már inkább halljak meg. És kezdjem előről. Eleve úgy kéne megcsinálni, hogy heal nélkül ezt a fightot. Ezért most elpazarolok 3 hírt egyből. Azért nagy balfasz vagyok. Sok HP-ja van amúgy. Bazd meg. Geci, eldodzsolni nem. Az meg ütésgombot nyomtam, eskü. Thank you.
Ah, villámo, 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 villámo! Oh, de ver a szívem, bazd meg. Oh, de ver a szívem. Kösz. Elég lett a heal, ez a lényeg. És akkor ilyenkor... Firelink, vagy... Vagy ide? Vagy menjek vissza az elejére? Aha, oké. Várja a templom, kislány. Az itt az elején volt. De itt át kell futnom megint ezen a gecén, nem? Vagy volt ott izé? Nem tudom, most megnézem, hogy innen vissza tudok-e futni, már nem emlékszem. Aki rajzolgatott, nem? Első DLC. Ja, az első DLC-s? Ja, az el... Várjál. Az hol volt? Valami könyvtárban, nem? Elfelejtettem, hogy ez az első DLC-ben van. Azt hiszem a másodikban van. Nem ez az. Mondom, templom teteje. Hát a képből Leon nem tudom megmondani, hogy melyik a templom teteje amúgy. Ez. Mert itt nem volt kisfiú. Jó. Mert én teljesen másra emlékszem, hogy hol volt az a buja izén. Feküdt a... Itt nem volt fiú. Amikor én itt voltam, itt nem volt gyerek, ha erre gondolsz. Itt nem volt puja. Nem volt. Amikor én játszottam streambe, de akkor nem nézted vissza, én ide feljöttem. Miután találkoztam, mert nem jöttem ide vissza.
Miért jöttem volna ide-vissza? Miért pont ide? Nem is volt eszembe. Na, két ending, azt mondod? Itt fájtoltam Fridával, de nem jöttem ide fel, mert amikor ide feljöttem, akkor üres volt. És úgy voltam bele, hogy... Hát igen, hát jó. Én nem gondolkozok meg Dark Souls-osan, hogy menjek vissza minden kietlen szar területre, ahol semmi nincs, hát ha lesz valami. Na pont az a lényeg, hogy ahol nincsen semmi, valószínűleg lesz valami, és azért nincs ott semmi. Mert majd lesz valami, szóval, ja. Na, szóval, két ending van? Vagy arra tudom neki adni alapból a Soul-t? Mármint a vért. Tehát odaadom neki, és nem beszélek vele először. Hát a beszéd. A beszéd az még opció. Azért gondoltam. Jó, így oké, okay, így oké. Okay. Ja. És akkor kiderül, hogy miért kellett neki. My thanks, Ashen One. With this will I paint a world. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. Hát, de ezt megadom a nevem. I will paint a world of that name. It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. I wonder when Uncle Gale intends his return. I hope the new painting will be to him a gentle home. Hát ő már nem jön vissza. My thanks. Ash, I will assuredly of a cold one day. My thanks. I will. Okay. És most? Semmi. És ennyi. Ennyi a játék. Azt hiszem a DLC végére raknak legalább még valamit, vagy... Vagy egy videót tudod, hogy te festeget, vagy valami. Hát azt hittem. Na, végigvittük a Dark Souls 3-at. Szerintem összességében a játékban sikerült 3 boszt kihagyni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez most nagyon jó volt a többihez képest. Farkast kihagytam, Midirt kihagytam, meg azt hiszem volt még egy. De nem vagyok benne biztos. Lényegtelen. Ha vagy 3 vagy 2. De ügyesek voltunk, minden DLC-re hagytam egyet, szóval, ja, ez volt a Dark Souls 3, a következő végigjátszásom az Warhammer 40.000 Space Marine, előre láthatólag Space Marine 2 előkészülés, és lesz még Souls game, Souls-like játék, hasonló játék, mint a Dark Souls, meglátjuk majd. Még nem tudom, hogy mi. 3 lehetőség van. 3 választási lehetőségem van, de ez majd csak a Space Marine 2 után, tehát szeptember után lesz. Úgyhogy, ja, várjátok szeretettel, és hát ez volt a Dark Souls 3.
Na sziasztok!